Fiatalok járják körbe a Bajai Szakképzési Centrum több tagintézményét is a héten. A hétfőtől péntekig tartó tábor keretében az intézmények nyújtotta lehetőségekkel ismerkedhetnek meg az általános iskolás diákok. Kedden délután a Jáki András Technikum és Szakképzőiskola Szegedi úti telephelyére látogattak el a gyerekek. A program karkötőkészítéssel kezdődött, amit vezetékekből fontak a résztvevők. Romfa Müller Luna azt mondja, tetszett neki a fonás is, de a tábor hatására más szakmán is elgondolkozott. Lehet, hogy esetleg fodrász választom majd. És ezzel már eddig is gondolkodtál, vagy ez tábor miatt? Most a tábor miatt. Barkuti Gergelyt például a főzés is vonza, de számára nem ez az elsődleges pályamodell. Eredetileg nem pont erre készülnék, de igen, természetesen lehetne, mert hogy elsősorban természettudománnyal szeretnék foglalkozni, de emellé főzni is nagyon szeretek nyilván. A villanyszereléssel kapcsolatos bemutatót követően a 3D-s nyomtatással ismerkedtek meg a gyerekek. Az eszközt Lenti Zsolt, az iskola oktatója mutatta be a diákoknak. A szakember elmondta, a gépet a hétköznapokban különböző modellezési feladatokra használják. A megtervezett alkatrészeket pedig fémből készítik el a gépészeti ágazat tanulóinak segítségével. Nálunk most egyelőre csak műanyag van, de akár fémet is lehet beletenni. Műanyagot megolvaszt, a gép olyan 200 Celsius fokon, ilyen 0,1 mm vastag szálakat készít, és ezekből a szálakból rétegenként építi fel, tehát minden réteg 0,1 mm magas, és ahova szükséges, oda letesz egy kis darabot, és így szépen fokozatosan rétegenként megy fölfelé. Hozzátette, az eszköz használata elkerülhetetlen a következő generáció megfelelő képzéséhez. Holnap a Tűr István Technikumban folytatódnak a programok. A hét további részében pedig a kollégiumban vetélkedők és sorversenyek várják a gyerekeket.